Világ autóját. Erről vegyek. Nem kell már felvenni? Megyél fel a többiek. Gyeri! Istenem, én nem tudom, hogy pára leszünk, de látom. Igen, na jó van, megértem. Ér vidéke, és igazából Erdélyben két hely van, ahol tömbbe él a magyarság, Székelyföldön, és itt fent Ér mellékén. Tehát Ér mellékén van, vagy 50, kide van, most az jobban tudja, de mondjátok, ha nem jól mondom. Tehát 50 helység, falu, vagy 4 város, ahol tömbbe él a magyarság. Tehát itt is azt hiszem 80% körül van a magyarság, Diószeged is. Ott már keresem. De itt általában ezek a falvakban, tehát ilyen mindenütt magyar polgármester van, és magyar, hát hogy mondjam, tanácsosok is minden, tehát leginkább az RMDSZ-es színekben indokolt lenne egy nagyobb létesítményt létrehozni, és akkor végül egy pár évvel ezelőtt igen mondtunk, és átvállaltuk ezt az épületet. Hát az idén augusztusra lettek meg a felújítási engedélyek, műemlék épület. Hát ugye a munka mi lenne most? Tehát ugye van egy csomó ecetfa, meg mindenféle egyéb, azt ki kéne pucolni, és ugye hál' Istennek kaptunk önöktől néhány gyümölcsfát. Miskolcon nevelnek ilyen gyümölcsfákat, és annál is gyerált tudunk kaptunk, és úgyhogy az alatt is el tudjuk ültetni. A Béla hol van? Nagy Béla? Te. Akkor kezdjük el, jó? Na. Thank you.